Döntések és következmények, ezt a címet viseli polgár József legújabb kötete. A regény csütörtökön mutatták be a Honvéd kaszinóban. Az érdeklődők megismerkedhettek a szerző 16. könyvének legfőbb üzenetével, az életünk során hozott döntések sokaságával és azok jelentőségeivel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, dr. Polgár József 16. kötetének a bemutatóján. Már a 16 szám is egy nagy tapsot érdemel, úgyhogy gratulálok szépen. A szerzőt ezúttal is a Honvéd Kaszinó háziasszonya Halmos Ildikó faggatta. A jelenlevők részleteket is hallhattak a legújabb szerzeményből, ami több éves munka eredménye. Valójában életünk minden pillanatában döntést hozunk. Például most, hogy válaszolok az ön kérdésre, ez egy döntés. De amit a többnek az elején is írtam, hogy ezeket a mindennapi, szinte percről percre előforduló döntéseket nem tartja se én, se senki, annak hát ez egy olyan természetes dolog. A köztudatba a döntés az az, ami az életünknek a távolabbi idejében egy meghatározó, tehát egy olyan súlyos valami. Ezt tartjuk döntésnek. A kiadvány bevezetőjében a döntési mechanizmust elemzi az író. A regény egy sikeres személy életútjáról szól, aki gyógyszervegyész, majd egyetemi tanár lesz. A főhős pályája természetesen tele van döntésekkel és következményekkel, vacillálásokkal, patika mérlegen meghozott döntésekkel. Kétségtelen az, hogy ez több éven keresztül készült. Most a pandémia azért az jót tett neki, mert hát körülbelül három évvel ezelőtt kezdtem ezt a dolgot el, körülbelül. Közben aztán két kisebb, hát mondjuk elbeszélés kötet jelent meg, ez meg csak úgy asszalódott, és uh, aztán lassan befejeztem. A könyv eredetileg csak nem 350 oldal lett volna, végül 70 oldalt lefaragott belőle a szerző. A regény után egyebek mellett a honvéd kaszinóban lehet érdeklődni.